Egyenlített a Szekszárda bajnokság harmadik helyéért kiírt párharc során, így pedig Miskolcon osztják majd ki a bronzérmeket a kosárlabda NB1-ben. Szekszár DVTK Hunten 64-62. A dobogó harmadik fokáért rendezett sorozat második mérkőzését idegenben teljesítették a pirosfehérek, és mindkét együttes többször volt előnyben a végig nyílt találkozón, de végül hazai siker született, így saját közönsége előtt zárhatja a szezont a miskolci együttes. A pirosmezes Diósgyőr ezzel a kosárral kezdte a bajnoki bronzéremről határozó párharc második mérkőzését a szekszárdi csarnokban. Már az első negyedben komoly fordulatokat láthattak a nézők, hiszen 6 ponttal ellépett a házigazda, majd fordított a DVTK, és hasonló előnyt építettek ki. De a negyed végül 2 pontos szekszárdi előnnyel ért véget. A második 10 perc már a pirosmezeseknek indult jobban, de ekkor sem maradt meg hosszabb időn át az előny, és 31-31-es döntetlennel ért véget a helyosztó első félideje. De amíg a második negyedben a fehérmezeseknek kellett zárkózniuk, futniuk az eredmény után, úgy a harmadik játékrészben Kányási Veronikáéknak. Amit sikerrel is tettek, így egy pontos diógyőri előnnyel kezdődhetett meg a negyedik negyed. A mérkőzés ritmusa a záró 10 percben pedig úgy alakult, hogy a miskolci kedvencek tartották két kosárnyi előnyüket, ám a házigazdának támadnia, rohannia kellett, hiszen vereségük esetén véget ért a párharc. Az utolsó percekben nagyon kevés pont született. A döntetlen állásról a legvégén dobott büntetőkkel tudott csak elmozdulni a szekszárd, és ha egészen minimális különbséggel, de megnyerték 64-62-re a mérkőzést, és így egyenlítettek a két győzelemig tartó párharcban. Folytatás a DVTK arénában, ahol a szezon utolsó mérkőzését teljesítik majd a csapatok. Ugyanis amelyik együttes győzni fog, megszerzi a bajnoki bronzérmet. A DVTK Hunterm Szekszár találkozó szombaton 18 órakor kezdődik.